Összesen évi 100 millióval egészítik ki a fizetésüket az államtitkárok és helyetteseik. 35 államtitkár és helyettes államtitkár kap ugyanis nem ritkán havonta több százezer forintot állami cégek felügyelőbizottsági vagy igazgató tanácsi tagjaként. Az állami vezetők fizetésére minden eddiginél többet évente több mint 2 milliárd forintot költ a kormány, és ehhez jön a legalább évi 100 millió forintos különjuttatás, szintén állami pénzből. A szocialisták szerint nem csak a dupla tripla fizetésekkel van a baj. Gépek válogatják a leveleket a Magyar Posta automata levélfeldolgozó központjában a dolgozók csak felügyelik a gépeket. A Magyar Posta munkáját pedig Polacsek Csaba felügyeli igazgatósági elnökként. Polacsek azonban nem csak ehhez ért, ő a Diákhitel Központ Felügyelő Bizottsági Elnöke is. Mindezek mellett pedig a miniszterelnökségen dolgozik helyettes államtitkárként havi 972 ezer forintért. A Magyar Postától további 650 ezer forintot vehet fel, a Diákhitel Központban pedig 400 ezeret. Összesen tehát 2 millió 22 ezer forintot keres, havonta többet, mint Orbán Viktor. De nem Polacsek Csaba az egyetlen álláshalmozó államtitkár. Horváth Csilla például az Exim Banktól kap 465 ezer forintot havonta. Balog László az kezelő központ igazgatósági elnöke is egyben havi 651 ezer forintért. Cepek Gábor a Gyesev igazgatósági alelnöke 455 ezer forintért. Salgó László pedig a magyar közlöny felelős szerkesztője havi 290 ezer forintot kap közpénzből. A listát sokáig lehetne folytatni. Az RTL Híradó eddig összesen 35 államtitkárt és helyettes államtitkárt talált, akik állami cégnél egészítik ki a fizetésüket. Rájuk havonta legkevesebb 8, évente közel 100 millió forintot költ pluszban az állam. Azon a 2,3 milliárd forinton felül, amennyi az államtitkárok és helyettes államtitkárok bére évente. A Transparency International nevű civil szervezet szerint egy állami vezetőnek csak egy fizetés jár. Egy állami vezető, ha az állami vezetői feladatát látja el, már pedig ő helyettes államtitkárként és a felügyel területen működő cégben betöltött igazgatói feladatában is ugyanazt az állami funkciót látja el. Nos, ilyenkor meg kell elégednie egy darab fizetéssel. A szocialisták szerint nem minden a pénzről szól. Világosan körvonalazódik, hogy itt van ez a 30-35 ember, akit azért helyeznek További plusz pozíciókba, mert ők azok a megbízható káderek, nyilvánvalóan, akik bármit kérésre, vagy akár kérés nélkül is végrehajtanak. A szocialisták egy hetet törvényjavaslatot nyújtottak be, amely tiltaná az állami vezetők álláshalmazását.